Kezdem, hogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma itt a teremben, és azokat is, akik az élő közvetítést követik végig, vagy pedig majd később felvételről nézik ma ezt a tréninget. A témánk eléggé érdekes lesz, sok visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatosan, hogy miért utálják ennyien az MLM-et, vagy más néven, hogyan tudsz jó első benyomást kelteni online. Hát ez a kettő eléggé fontos, nagyon-nagyon összefügg egymással, és mielőtt ezt kifejteném, előtte azért beszéljünk egy kicsit magáról, a problémáról, amiért valóban az történik, hogyha beütöd a keresőbe az, hogy utáljuk az MLM-et, több ezer találatot fogsz kapni, és hogy miért utálják a legtöbben az MLM-et. Na most az, amit leírnak, hogy túlárazott termék, hogy nyomulás, minden, ez mind semmi. Tehát ez mind kabuduma, ezt ne vegyétek be, ez így nem igaz. Az igazság az, szinte minden esetben az van a háttérben, hogy azok, akik ilyen megkeseredetten, MLM sérültként kinyilatkozzák, hogy már pedig az MLM az egy ördögtől való dolog, ők mindannyian egyszer valamikor megpróbálták, vagy valamelyik közeli hozzátartozójuk próbálta meg, és kudarcot vallott. Na most miért történt ez? Természetesen azért, mert olyan dolgokat kellett megcsinálnia, amik nagyon-nagyon kint voltak a komfortzónán kívül. És mivel nagyon kint volt az a dolog a komfortzónán kívül, ezért ott nem érezte jól magát, és hogyha valaki valahol nem érzi jól magát, akkor az ugye egyértelmű, hogy rossz érzést fog benne kelteni, és ha rossz érzés van benne, akkor nem tudja csinálni, nem tudja elvégezni azt a munkát. Tehát a probléma magában a network marketingben az a rossz érzések keltése. Kezdődik ez azzal, amikor azt mondják az új belépőnek, az új csatlakozónak, hogy na, írd össze a névlistádat, és az fog nyerni, akinek a leghosszabb a névlistája. Hallottatok már ilyen tanácsot egy felső vonaltól, aki igen, az legyen szíves, írjon be nekem ide a csetmezőbe egy i betűt. És itt már most rögtön az elején elmondom mindenkinek, hogy nyugodtan írhattok, mert se a felvételen, se az élő közvetítésben nem fog megjelenni az, amit ti a csetmezőbe beírtok, és nem fog megjelenni a nevetek se. Ez a GDPR miatt van így, de ez egyben egy kicsit titeket is véd, mert hogyha itt akartok lenni velünk, és közben egy másik üzletet is szeretnétek vinni, akkor egyértelmű, hogy ezzel egy ilyen kis inkognitót kaptok, de mint mondtam, ez inkább a GDPR miatt van, úgyhogy nyugodtan írhattok, nyugodtan válaszolhattok, és szeretném is, ha ma ilyen interaktív dologban lennénk benne. A másik az, amit szoktak mondani, hogy hívd meg ezeket az embereket egy bemutatóra, tehát dolgozz fel a névlistádat a szponzoroddal együtt. Na, biztos van köztetek olyan, aki ezt már megcsinálta, akár a saját felső vonalával, akár a saját alsó vonalával. Én megcsináltam mind a kettővel, nekem volt ebben részem, és megmondom nektek őszintén, hogy a legtöbb esetben, az eseteknek több mint a 80%-ában nem volt kanalam, se kedvem, se ízé, hogy a bánatba hívjam ezt most föl. 15 éve nem láttam, azt se tudom, mi van vele. És akkor most hívjam föl, és akkor most egyből hívjam meg egy ilyen bemutatóra. Nem volt jó érzés. Nagyon nem volt jó érzés. Ma délelőtt volt egy videóm, azt is szintén élőben tettem ki, amiben arról beszéltem, hogy csinálok egy 67 napos tréninget, Tai Lopez egyik
anyagát. Ez egy olyan anyagban, egy olyan csomagban van benne ez a 67 napos tréning, ami 2497 dollár, és ez a 67 napos tréning pont a mai nap folyamán kettő ilyet is meghallgattam. Minden áldott nap kapunk, nem csak én, hanem rajtam kívül még körülbelül 10 000 ember, úgyhogy elég jó kis pénzt hozott ez a tájnak. Tehát kapunk egy olyan 25-30 perces ilyen gondolatmenetet, és ehhez csatlakozóan 3-5 kérdést, amire válaszolnunk kell. És a mai téma az az volt, hogy Warren Buffett, hogy mi a legfontosabb törvénye Warren Buffettnek az életben. És azt mondja Ty Lopez, hogy Warren Buffettnek a legelső és a legfontosabb törvénye nem csak az övé, hanem Grant Cardone törvénye is ez. Szabály, gyakorlatilag szabály. Első, soha ne veszíts az üzletem. Soha ne veszíts az üzletem. És ha kérdezik, hogy mi a második szabály, akkor a második szabály az az, hogy soha ne felejtsd el az első szabályt. És a probléma az az, főleg az MLM-nél, hogy az embereknek a nagy többsége, akik felkészületlenül, rossz hozzáállással és Hübele Balázs módján kezdték el az üzletet, ők mindannyian elég sok negatív élményt gyűjtöttek össze. És amikor feladták, akkor sok esetben volt az, hogy az a pénz, amiben be kellett szállni az üzletbe, az a pénz elveszett. És az emberekben ez is egy rossz érzés keltett. És hogyha megnézzük az első szabályt, hogy soha ne veszíts az üzleten, akkor ennek van egy következménye, amit mindannyiunknak figyelembe kell venni. Akkor is, ha nekünk csak egy felső vonalunk van, tehát még csak most kezdjük el az üzletet, akkor is, ha már van saját alsó vonalunk, de erről majd egy kicsit később fogok beszélni. Szóval, legyél lelkes és mutassál szenvedélyt. Hogy a büdös bánatba? Tehát hogyan? Hogyan tudná az ember az év 365 napján keresztül ezt fenntartani? Én nem tudom, hogy nektek sikerült, de ha igen, akkor én most itt mindenki előtt a kalapot emelek, de én nekem nem sikerült. Nagyon sokszor volt olyan, hogy leültem. Amikor egymás után 15-20 visszautasítást kaptam, amikor éreztem magamban a lendületet, az erőt, hogy úgy most csinálnám, meg mennék, meg minden, és nem vették fel a telefont, később kellett visszahívni, ha visszahívtam, akkor nem ért rá, millió-millió probléma, és nem sikerült, és megbeszéltem X mennyiségű emberrel egy időpontot, és az egy tizede, aki esetleg ott is volt. A szavérzés? Hát persze, hogy szavérzés. Talán. Ki az, aki bemeri magának vallani, hogy voltak ilyen szavérzései? Az megint kérem, írjon be ide egy I betűt a chatmezőbe, vagy ha valaki élőben nézi, akkor ott nyugodtan a kommentmezőbe. Aki network marketing üzletben volt, nincs senki, akinek ne lett volna ilyen szavérzése. És hogyha ezt sikerülne eltüntetni, az egy óriási nagy előrelépés lenne, legalábbis én azt gondolom. Tehát, legyél lelkes és mutass szenvedélyt. Lelkesnek lenni és szenvedélyt mutatni akkor lehet, ha folyamatosan eredményeid vannak. Ha folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapsz. Ha folyamatosan olyan visszacsatolásaid vannak, hogy amit csinálsz, amivel az embereket akarod segíteni, az sok helyen, nagyon sok helyen pozitív eredményt ér el. És ha nem ilyen kapsz vissza, akkor hogyan jó bánatos bánatba tudnál állandóan lelkes lenni, és tudnál állandóan szenvedélyt mutatni? Nem fog menni. Egyszerűen nem fog menni. Aztán itt van a felső vonalnak a hozzáállása. Azt mondja, hogy szervezzél meg bemutatókat. Én ekkor, meg ekkor, meg ekkor, meg ekkor érek rá, ezekre az időpontokra tudsz te bemutatókat szervezni. És persze természetesen ne felejtsük el a nyílt bemutatót,
az oda meg oda, az a legjobb, ha te elmész az emberért, beülteted az autódba, és elviszed oda, mert akkor biztosan ott lesz. Hát igen, na jó. Szóval a másik, amit, hogyha nem tudsz elég embert hozni, akkor máshoz megyek. A felső vonal. Amikor most hallgatom a Csúcs szupergyémántot, nem a Vágyi Jenőt, mert ő már teljesen kivonult, őt már szinte meg se lehet már találni az interneten, a Vágyi Jenő James, hanem az Attila, Guido Falvi Attilát. Hallgatom, ő is azt mondja, hogy ő is, és az ő alsó vonalában a Perkics Miki is úgy csinálják, hogyha valaki az idejüket kéri, akkor kettő alkalmat adnak. Kettőt. Ez alatt a két alkalom alatt kell bizonyítani, hogy elég tökös, rátermett gyerek, és elég ember tud hozni egy ilyen bemutatóra. És aztán utána kész, vége. Ők már annyira, így mutatom nektek, annyira nagy emberek, hogy az ő idejükkel már így nem lehet sakkozgatni. Nem azt mondom, hogy hogyha valakinek van ilyen bónuszcsekje, hogy 430 ezer dollár, akkor az nem tett már le valamit az asztalra. Mert biztos, hogy letett már valamit az asztalra, azt tudja. És minden tiszteletem az övé. De attól függetlenül én azt gondolom, hogy magának az egész folyamatnak a másolódása az nem abból áll, hogy az alsó vonalban lejjebb menő egyik vezető ugyanezt az attitűdöt fölvéve ugyanezt csinálja a saját új belépőjével, hogy figyelj öreg, van két alkalmad, és ha az alatt nem tudsz bizonyítani, akkor hozok valaki mást. Tehát ez megint csak egy olyan, ami rossz érzés kelt egy új belépőben. Aztán a másik az, amikor itt ezeken a nagy rendezvényeken a felső vonal, ilyen, hogy írom, ilyen kivagyi, rongyrázó és lenéző stílusban beszél az alsó vonalával. Erre megint csak élő példa, nem kell más, csak nézzétek meg, kimondom a nevét és a izét is. A Guido Falvi Attila a Porecen 2019-ben oda ment a saját alsó vonalához, a harmatékhoz, és kérdezte őket, hogy na, ha megyünk Ázsiába, Bangkokba, akkor meg fogtok hívni egy sörre? És ők még nézték a padlót, és akkor és akkor hát most nem sikerült a minősülés, és akkor a Guido szinte azonnal, ja, bocsánat, kire is áldozom én az időmet, és már ott is hagyta őket. És ez megint egy olyan dolog, ami, én nem tudom, szóval én emberileg ezt a dolgot nem tudom sehova se tenni. Én nem tudom értékelni ezt a dolgot, lehet, hogy azért, mert rosszul vagyok összerakva, lehet, hogy azért, mert én másképpen gondolom az emberi értékeket, de abban is biztos vagyok, hogy most, amikor azt kell mondanom, hogy nem vagyok túlságosan elengedve, de nem is mondom, tehát nem sír a szám egyáltalán, mert az, hogy négyjegyű heti bevételem van dollárban, az azért nem olyan nagyon rossz, de mondjuk nincs 430 ezer dolláros bónuszom, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy eléggé közvetlennek lehet engem mondani, és nem csinálok ilyeneket. És ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy az emberi tulajdonságok és az emberi tényezők mennyire befolyásolják azt, hogy az emberek azt mondják az emberemre, hogy ez egy szar. Mert ilyen dolgok is vannak benne, és igen, ki kell mondanunk, hogy vannak ilyen dolgok benne. Aztán utána legyél te a termék maga, a 100%-os termék használat. Nos, hát tudom, hogy ti milyen üzletben vagytok most benne, de ha a te üzletedben van 15, 20 vagy esetleg 30 termék, és te már mind a 30-at használod, akkor azt kell mondanom, hogy ilyen szuper vagy. Igen. És tudod, hogy hányan fogják ezt megcsinálni?
Hát a csoportodnak a 2%-a, tehát rajtad kívül, ha vagytok 100-an, még 3, maximum 4 ember, akkor 3-4%, több nem. Több nem, mert az emberek nem akarják a fizetésüket arra költeni, hogy itt termékeket vegyenek. És ennek is van egy módja, hogy hogyan lehet ezt megoldani, ezt a kérdést, persze természetesen. Igen, meg lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy a legjobb módszer ebben az esetben is az, hogy használd azokat a termékeket, amikről úgy gondolod, hogy azokat akkor is használnád, ha nem lennél benne az üzletben. Ha teljes áron kéne valahol megvenned, mert annyira jó, mert annyira hasznos, mert annyira megoldott az életedben valami nagy-nagy-nagy problémát. Hát én ezt vallom, és én ezt gondolom erről a dologról, ha esetleg nem értesz velem egyet, akkor nyugodtan be is írhatod ide a chatmezőbe, hogy nem értek veled egyet, Zoli. Én úgy gondolom, hogy ez egy normális emberi folyamat. Na, és akkor a végén a mi cégünk, ha ilyenkor mindig eldobom az agyamat. Hát igen, Attila jól írja, azt mondja, hogy akkor is megvennéd, ha nem MLM-ben lenne. Igen, hát akkor is megvennéd, így van. És csak azokat kell használnod, amiket amúgy is megvennél, ha nem MLM-ben lenne. Na, és akkor térjünk ide az utolsó részre, ez a mi cégünk. Hú, a mi cégünk a legjobb. A mi cégünk most itt terjeszkedik. A mi cégünkben van az, ez meg az. A mi cégünknek ilyen meg ilyen termékpalettája van. A mi cégünk ezen a piacon most ezt meg azt csinál. Gyerekek, azt már felejtsétek el, hogy a mi cégünk. Nem a ti cégetek. Te nem vagy tulajdonos egyik cégben sem. Te egy viszonteladója vagy. Neked a partnered az a cég, nem a te céged. Azért az emberi az a cég, aki azt megcsinálta. Aki azt bejegyeztette, aki adózik azután a cég után. Aki a tulajdonosi körben benne van. És ha te nem vagy benne a tulajdonosi körben, akkor az nem a te céged, barátom. Lehet a legjobb partnered. Én is a bemutatómon nem azt mondom, hogy a mi cégünk, a GVO az ilyen meg olyan, nem, hanem ő az én amerikai partnercégem. És a partnercégemnek a vezetője az a Joel Terrien. Az én cégem az az, amit én itt Magyarországon megcsinálok, vagy esetleg valahol máshol, mert ugye csinálhatok most már a világnak egy csomó helyén, csinálhatok Izlandon $300 online egy hét alatt, mert most már ez így működik, itthonról, úgyhogy ki se kell mennem. Csinálhatok Máltán 500 euróért, úgyhogy kint egyből kapok hozzá egy cégvezetőt is. Ja, ez kell Izlandon is. Csinálhatok Angliában 300 angol fontért, csinálhatok egy céget, és onnantól kezdve van egy angol cégem, és azt kell mondanom, hogy akkor onnantól kezdve én már milyen nagyon nagy ember vagyok, mert egy nemzetközi cégnek a tulajdonosa vagyok, egy nagy fenét. Tudnotok kell ezeket a trükköket, ismernetek kell. És látnotok kell, hogy hogyha valaki ilyeneket mond nektek, hogy a mi cégünk az ilyen meg olyan, hát akkor gyakorlatilag már is tudjátok, hogy az ember valahol el van tévedve, nagyon alkalmazotti gondolkodásban van, mert ő egyből be akar bújni a cég mögé, tehát ő, mint termékforgalmazó, mint MLM-es, mint hálózatépítő, nem akarja a saját brandjét építeni, ő neki nincsen arca, ő az Arctalan János. Meg is mutatom nektek az Arctalan Jánost, képzeljétek el, hogy ezt az unokám csinálta, és ő találta ki, hogy ő az Arctalan János. Ő itt az arctalan ember, mert hogy nincsen feje, ő pedig a Turbó János. Ők ketten együtt szoktak egymással beszélgetni. Tehát, ha valaki arctalan akar maradni, az nagy valószínűséggel hamar kudarcba fog futni.
mert a mi cégünk mögé nem lehet bebújni. A mi cégünk az nem, tehát ő nem egyenlő magával a céggel. Amikor az emberek megítélnek egy céget, akkor az embert ítélik meg. Nem a céget, de az emberen keresztül ítélik meg a céget. És ha valaki hülyeségeket csinál, és rosszul végzi a dolgát, akkor azt a céget fogják megítélni, és a cégre fogják azt mondani, hogy ja, igen, tudom, az az ember ott dolgozik, azt akkor inkább felejtsük el. Tehát ezért, ha lehet, ha javasolhatom nektek, akkor a jövőben ne használjátok a kifejezést, hogy a mi cégünk ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Mert akkor egyrészt a saját brandeteket fogjátok rombolni, másrészt pedig mindenki már itt tudat alatt érezni fogja, hogy te nem akarod ezt az egészet szívből felvállalni. De majd erre mutatok példákat is. Oké, nézzük, hogy miként akarják ezeket a rossz érzéseket most már itt az online világban, az online dolgokban megkerülni. Az első az az, amivel biztos ti is folyamatosan találkoztok, az hirdetések feladása. Rosszkor, rossz helyen, rossz szöveggel, rossz háttérrel. Mit értek ez alatt, hogy rosszkor? Hát a legtöbben ugye, akik így dolgoznak, hogy mondhatnám azt is, hogy ingyenes csoportokba, ingyenes hirdetéseket, ingyenes posztokat tesznek be, hát ők ugye a legtöbb esetben még dolgoznak. És csak akkor csinálják ezt, amikor éppen ráérnek. Tehát munkaidőn kívül, mert munkaidő alatt ugye ilyet nem lehet megcsinálni. És hogyha a munkaidőn kívül csinálja, akkor az azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel abban az időpontban, amikor a legtöbb ember szintén otthon van, vagy valami ilyesmi, és nem akar már ilyennel foglalkozni. Mert akkor nézi meg az e-mailjeit, akkor néz fel ilyen dolgokra, amikor ebédszünetem van, amikor valamiért éppen kilóghat valahová, vagy éppen besunyoghat egy olyan helyre, ahol a telefonját gyorsan megnyithatja, és akkor fel tud lépni egy kicsit. Tehát rossz időpontban, olyan időpontban, amikor azt az adott csoportot éppen a legkevesebben látogatják. Vagy olyan időpontban teszik föl, amikor rajta kívül még egy csomó ember szintén fölteszi a saját posztját, így az ő bejegyzése nagyon gyorsan az idővonalon lefelé legördül, és egy idő után el is tűnik. Tehát azok, akik később néznek föl abba a csoportba, azok nem is fogják látni az ő bejegyzését. Na, rossz helyen, amivel mostanában szembesülök, az az, hogy nagyon-nagyon sokan MLM-es csoportokban hirdetnek MLM-es ajánlatokat. Miért? Egyszerűen nem értem a dolgot, hogy miért. Hogyha valakinek van egy termékes MLM ajánlata, és bemegy egy ilyen MLM csoportba, és meg se nézi, hogy ott vannak-e rajta kívül még mások, akik ugyanezt ajánlják, hanem csak beteszi, az gyerekek, azt tudjátok, mit csinál? Az valami olyasmit csinál, mint amikor egy vadász kimegy vadászni, megáll az erdőnek a szélén, és csukott szemmel elkezd befelé lődözni. Nagyjából így tudnám mondani. De mondhatnám másképp is, tehát kimegy a piacra, kimegy a zöldségpiacra, visz magával két csomag retket, meg három csomag répát, és elkezdi árulni a két csomag retket, meg a három csomag répát az őstermelőknek. Szerintetek milyen lehet ez? Aztán rossz szöveggel. Rengeteg változat van. A legrosszabb az, amikor még a helyesírás is rossz.
De persze természetesen vannak egyéb rossz szövegek, erre majd később vissza fogunk térni, mert fogok mutatni erre példát. És a rossz háttér az pedig azt jelenti, hogyha valaki rákattint a hirdetőnek a nevére, és megnézi a fiókját, a Facebook fiókját, akkor egy csomó olyan dologgal fog találkozni, ami abszolút nem odavaló, nem releváns, de csak olyanokkal találkozik, így persze természetesen nem fog tudni felépülni maga a bizalom se. Egyértelmű. A másik az a direct mail sablonokkal dolgozik, akár Messengeren, akár Viberen, akár WhatsAppon, akár SMS-ben, akár e-mailben, de valamilyen ilyen módon nem csinál semmi más, csak kimásol egy általa kigondolt ajánlatot, és azt mindenféle előkészület nélkül számára idegen embereknek, mindenféle bevezetés nélkül csak benyomja. Na mit jelent az, hogy előkészület nélkül? Az előkészület nélkül az azt jelenti, hogy nem méri föl, hogy a személynek mit lehetne ajánlani. Egyáltalán van-e igénye arra a termékre vagy szolgáltatásra, amit ajánlani akarnak neki, vagy sem. Tehát nem tudja, csak benyomja az ajánlatot. Idegeneknek is sokszor. Tehát bejelöli, hogy ismeri, ismerős, de azelőtt soha nem találkoztak sehol. Bejelöl, hogy ismerős, az ember udvariasságból visszajelöli, tehát azt mondja, hogy jó, rendben van, ha integetél nekem, akkor most visszaintegetek. Ezért a Facebook azonnal feloldja a kettőjük közötti kapcsolatot, és a nyúlós már egyből már tolja is befelé az ajánlatát. Már ez szerintetek? Itt megint csak a rossz érzés legyártása történik, végig minden esetben a rossz érzés legyártása. Tehát a rossz érzés megmarad. És ezért mondják azt, hogy az MLM azt még a hátam közepére se, és nekem soha senki ne jöjjön MLM ajánlattal, mert én ezt biztos, hogy nem fogom csinálni. Biztos ti is találkoztatok már különböző ilyen online csoportokban, én is sokszor láttam, hogy online munkát keresek, vagy otthonról végezhető munkát keresek, kivétel, és akkor már is sorolják a különböző network marketing üzleteket. Ezt nem. Ilyet nem akarok. És akkor néhányan még megpróbálják, tehát kísérleteznek azzal, hogy hát kedves barátom, de hát te amúgy is az életedben minden áldott nap eladsz, kereskedsz, ezt csinálsz, azt csinálsz, most akkor miért ne ajánlhatnád még ezt meg azt a terméket? Hát könyörgöm, nem akarja csinálni, akkor akarnánk ráerőltetni ezt a dolgot. Szóljatok, ha igazam van, és akkor is szóljatok, ha nincs igazam. Ha igazam van, akkor kérek egy I betűt, ha nincs igazam, akkor kérek egy N betűt tőletek. Köszönöm szépen a visszajelzést. Na, tehát éppen ezért, hogy ezeket elkerülhessük, ezért egy nagyon-nagyon fontos szabályt kell megtartanunk. És az a szabály, amit már több évszázada is itt van az emberek között. Hogyan készülsz egy fontos találkozóra? Életed első találkozása egy fontos megbeszélésen, akár azért, mert egy üzleti megbeszélésre mész, azért, mert egy munkát fognak neked ajánlani, azért, mert egy olyan emberrel találkozol, aki fontos a számodra, vagy később esetleg fontos lehet, egy randi esetleg, ugye, akivel már régóta levelezgetsz az interneten, és most fogtok személyesen először találkozni, vagy egyszerűen csak mert egy társat akarsz magadnak találni, és szeretnéd, ha jó benyomást keltenél. Tehát mit csinálsz? Első ugye, hogy rendbe teszed a külsődet. Nő ugye, smink, fodrász, az a minimum.
vagy legalábbis ha alját rendbe teszi. De aztán kiválasztja az alkalomhoz illő legjobb öltözéket. Tehát hova fogtok menni, hol fogtok találkozni, annak megfelelően öltözöl föl. Ne legyen túl kihívó, de ne is legyen túl szerény, ne legyen, csiricsári, és hogy a részletek stimmeljenek, ugye? Tehát, hogy a harmóniában legyél, tehát ti tudjátok, mi férfiak is ugye normálisan felöltözünk, nem megyünk egy szakadt munkás gatyába, például egy randia. Nem megyünk egy fontos üzleti tárgyalásra, úgy, hogy meg sem mossuk a kezünket. Tehát csomó mindent megcsinálunk mi is. Mert egyértelműen fel akarunk készülni magára a beszélgetésre. Főleg, hogyha egy munkáról van szó, egy megbízásról van szó, egy üzletről van szó. Mit csinálsz? Felkészülsz a beszélgetésre, nem? Olyan dolgokat akarsz mondani a partnerednek, ami elnyeri a tetszését, amitől úgy érzi, hogy megbízhat benned, és amiért ezt a megbízást, ezt a munkát, ezt neked adhatja. Olyan referenciákat akarsz beszerezni, és olyan referenciákat akarsz megmutatni, hogy te be tudod bizonyítani, hogy te igenis jó vagy erre a feladatra. És persze izgatott vagy, mert mi történik? Ez most az első alkalom, amikor találkoztok. Fú, mit fog mondani? Fú, most én akkor erre mit fogok mondani? És akkor, ha arra azt mondja, akkor én majd mit mondok? És így pörög a fejedben a dolog, persze izgatott vagy, lelkes vagy, és ha itt egy munkáról van szó például, és valami szakterületedről van szó, akkor is belekérdez, akkor egyből lelkesen és szenvedéllyel fogsz beszélni arról, hogy milyen terveid vannak ezzel kapcsolatosan, miket akarsz megvalósítani, és mennyire érzed magadénak magát az egész dolgot. És ahogy mondtam, vigyázol a részletekre, vigyázol arra, hogy a készfogásnál ne legyen hideg a kezed, ne legyen izzad, hogy meglegyen a szemkontaktus. Figyelsz arra, hogy hogyan ülsz rá, hogy választasz helyet, hogy az ne legyen például hölgyeknél, ha ugye szaknyában mennek, hogy ne úgy üljél le, hogy az túlságosan bizalmassá tegye a helyzetet. Biztos értitek, hogy mire akarok mondani. Tehát ezekre mind figyeltek, még tudat alatt is figyeltek. Na most mi történik akkor, amikor valaki csatlakozik hozzátok, az akár tetszik nektek, akár nem, az egy hosszú távú dolog. Több évre, vagy akár több évtizedre akartok egymással egy üzleti beszélgetést, vagy egy üzleti alapokat letenni. Nem? Ha valaki elmegy hozzád egy üzleti beszélgetést, akkor mit akarsz elérni? Az, hogy belépjen, aztán utána hagyja a francba az egészet, és kész. Egy fenét, egy újabb vezetőt akarsz kinevelni. Egy újabb embert, aki sok-sok új vezetőt nevel ki. Ezt akarod elérni. Ugye igazam van? Na hát akkor ez viszont nem történik meg egy hétvége alatt, vagy egy ilyen hosszabb rendezvény alatt, nem. Ez hosszú idő, fél év, egy év, folyamatos együttműködés, együttgondolkodás, sattarattará, tehát a többi, és közben egy csomó mindent megtudsz róla, és ő is megtud rólad egy csomó mindent. Tehát éppen ezért nem lehet úgy nekiállni magának a hálózatépítésnek, hogy oké, akkor most megyek, aztán bedobálom a posztjaimat a különböző csoportokba. Hogyan tartozik ez az MLM-re? Úgy, hogy neked itt most egy jó benyomást kell keltened, egy jó első benyomást kell keltened, akkor, amikor valakinek felkelted az érdeklődését. Az érdeklődés felkeltéséről majd máskor fogunk beszélni, de most tartsunk ott, hogy felkeltetted az érdeklődését. Szerinted mit fog csinálni ez az ember? Hát először is be fogja írni a keresőbe a nevedet. Majd meg fogja keresni a te arcodat, ha már valahol látta. Ha még nem látta, akkor bajban van, és azt kell mondanom, hogy
Igen, hát akkor nem is nagyon tudtad felkelteni az érdeklődését, ha te arctalan vagy, ha te vagy az arctalan ember. Tehát meg fog téged keresni. És mit fog csinálni? Facebook. Megnézi a profilképedet, ugye? Egy arckép, hogy tényleg te vagy-e, az vagy-e. Úgyhogy ez, itt megint a te felelősséged, hogy ez mennyire friss. Ugye, hogyha például egy társkeresőre fölteszed a saját arcképedet, akkor nem egy 25 évvel ezelőtti arcképet teszel fel. Mert ha a személyes találkozóra kerül a sor, akkor már onnantól kezdve borult a dolog, mert a partner, aki ott van, az egyből azt mondja, ó, hát ez nem az. Én nem ezt vártam. És hogyha már rögtön az elején, az első találkozásnál kiderül, hogy oppá, te valamit csavartál a dolgon, nem voltál teljesen őszinte, onnantól kezdve ez már nem nagyon fog működni. Aztán a borítókép. Mit árul el a profilodról? Majd mutatok jó néhány borítóképet, erről fogunk mindjárt beszélni. A bejegyzések. A bejegyzések az idővonaladon. Mennyire vannak saját gondolataid? Vagy a saját profilodon csak másoknak a bejegyzéseit osztottad meg? Saját bejegyzéseid vannak-e? Vagy nincsenek? Milyen életstílus sugárzol a saját bejegyzéseiddel, ha vannak? Vagy milyen életstílus sugárzol mások bejegyzéseivel? Vajon olyan bejegyzéseket hoztasz meg, ahol politikai vagy gazdaságvezetőket osztanak ki, hibáztatnak másokat, vagy olyan bejegyzéseket, ahol arról beszélnek, hogy hogyan lehet az emberiséget valamilyen módon előrébb vinni. Ez sem mindegy. Aztán azt nézik meg, hogy hány ismerősöd van. Ez egy nagyon fontos szám. Azért fontos szám, mert ha azt látják, hogy neked nagyon sok ismerősöd van, és abból nagyon sok a közös ismerős, akkor az azt jelenti, hogy tényleg ti gyakorlatilag egy olyan csoportban vagytok benne, ahol ahonnan nagyon sok ember, nagyon sok olyan ember jön ki, akikkel azonos a gondolkodás. Na, így akartam kifejezni. De ha csak kevés ismerősöd van, és közben már 10 éve fönt vagy a Facebookon, akkor egyből gondolkozik, hogy hoppá, hogy is van ez. Vajon mennyire aktív ez az ember itt a Facebookon? Vajon mennyire közösségi ez az ember? Vajon mennyire tud majd ez az ember nekem itt a közösségi oldalakon segíteni? Ugye már egyből fölmerül ez a kérdés. És persze természetesen, mivel a Facebook ezt is felhozza, a milyen közös dolgaitok vannak, még azon kívül, hogy van néhány közös ismerősötök. Vannak-e közös zenész rajongók, tehát tetszik-e mind a kettőtöknek ugyanaz a banda, vannak-e közös színészek, közös filmek, amiket mind a ketten kedveltek, közös hobbi esetleg, tehát vannak-e olyan közös dolgok, ami még az üzleten kívül beszélgetési alap lehet. Ez mind nagyon fontos. Ezeket mind tudni kell. És akkor most jön az, hogy megosztom a képernyőt. Először is ugye ez az egyik nagyon fontos. Itt lehessen látni az embernek az arcát. Annak a személynek az arcát, aki ez az oldal. Itt. És itt ne valami más legyen. Ne virág legyen, ne szökőkút, ne fél profil, hanem maga a személy. Egy olyan képet érdemes betenni, és ezt úgy hívják, hogy borítókép, ami valamilyen szempontból hát egy bizonyos életérzést ad. Nekem itt ugye Mercedes van, tehát abból mindenki vágja, hogy a Mercedes azért az nem egy alsó kategóriás jármű, ráadásul, hogy lehet látni, ez egy eléggé jól felszerelt gép, tehát ez egy ilyen felső kategóriás jármű. Az egyik volt járművem, ez lett itt lefényképezve,
és aztán utána nagyon sok utómunka volt, hogy itt ezek a képek itt ne jelenjenek meg. Egy fal elé álltam, ugyan egy fehér fal elé álltam, és ott lett lefényképezve, és aztán utána ezeket a mintázatokat el kell tüntetni. Na, tehát rövid áttekintés. Ezt mindenki meg fogja nézni, és hogyha itt megfelelő adatok vannak, akkor az is már egy támpont. Itt ugye látni, hogy Lipronai közlekedés gépész, tehát akkor az, hogy jármű van, az egy releváns dolog. Aztán fényképek. Elég sok kép van rólam. Aztán az ismerősök. 787 ismerős. Ezt mindenki meg fogja nézni, hogy hány ismerősöd van, és kik vannak ezek között. Milyen emberek vannak. És van olyan, aki a te ismeretségi körödhöz is tartozhat, vagy a keresőnek az ismeretségi köréhez. Utána mennyire vagy aktív? 6 órája volt egy videóm, egy élő bejelentkezésem. Előtte január 20-án volt egy bejelentkezésem, szintén január 20. Január 20. Itt ugye egy elég jó kis aktivitás volt. Azt mondja, hogy csak ezen az oldalon, mert a másik oldalon is volt itt jó néhányan, és még plusz 7 hozzászólás is volt. Tehát aktív a dolog, január 19 szintén hálózatépítésről szólt. Tehát ez úgy néz ki, hogy eléggé üzleti jellegű. Eléggé üzleti jellegű. Nézzük meg, hogy nagy és ismert személyek, azok hogyan alakítják ki a saját oldalaikat. 19. január 23, ő uralja a magyar Facebookot. Nézzük akkor, ki ez a személy, ki uralja a magyar Facebookot. Nem lesz meglepetés. Hát számomra legalábbis nem. Nem tudom, hogy neked majd az lesz az lesz-e, vagy sem. Na, itt van a követőnek a száma. Eli az 1 millió Facebookon. Ezzel simán megelzi Rubrikát. Tehát azt hívja Rubrika, Hosszú Rubrika, Marka, Kisám, Ele Junior, Sebestyén Balázs, Bálint Gazda, Molnár Ferenc és Dúzsa Mandi az első 10. Az első 10. Forrás facebooker.hu. Na nézzük ezt a facebooker.hu oldalt. Bennek. Az első 5-ben. Borbi Update 1,3 millió. Túró Rudi 1 millió. Lidl 868 ezer. 896 ezer. Spar 827. Tesco 774. Arcok. Mert minket ez jobban érdekel, mint a bennek. Itt is ugye egyértelmű. Kaszatibor. Itt már nem Rubi Dréka van. De lett taszítva Rubik Dréka harmadik helyre, Mágazán megelőzte ő. Aztán Szabó Péter, majd Eller Junior, ugye ez a régi, ez ugye mikor is 19. januári, ugye más volt a helyzet, tehát itt bármint az is megint volt, de már ez már változott. És kik szeretik a legtöbb új követőt, a legtöbb új rajongót? Majka, Kaszatibi, Vujtriko, Borbás Marcsi, Sebestyén Balázs, Fürdőzé, Bródiás. És az érdekes, hogy az idősebb generáció is kezd már egyre aktívabb lenni a Facebookon, és ha esetleg valaki ennél többet akar itt a Facebooker oldalán több is kaphat. Nézzük, hogy néz ki
annak a weboldala, aki a legismertebb a Facebookon. Be fog jönni Kassa Tibornak az oldala. És én azt javaslom nektek, hogy ti is csináljatok ilyen, tehát ehhez hasonló ilyen teszteket, ellenőrzéseket, akár a saját nevetekben, vagy a saját oldalakkal kapcsolatosan. Tehát nézzétek azt a Tibor, tényképpen az ő arca van, mondjuk egy fiatalabb korából, így csak ő. Aztán egy videója, kasztifóniák, fényképek, olyan képek, hogy elég érdekesek, de a kis picit mázolja. Itt egy rögtön az első, január 16-i, ahol szól tényleg ismerősnek egy kommentbe, tehát valamilyen akcióra a követő tárát. Itt egy ilyen kis buvárhír. Remélem, hogy megengedi, hogy lejjebb menjünk. De azért nézzék meg, hogy ez a buvárhír, ez 2 órára kerül föl. 2 óra. 51 reakció napot, 8 hozzászólás, 4 megosztás. 2 óra alatt, ez egy érdekes buvárhír. De a lényeg az az, hogy kigondolta a férfi a mennyezet, amikor meglát az esküvői ruhában, mint egy buvárhír. Csak azért, hogy fenntartsa az érdeklődést, impresszum, üzenetküldése, telefon, amivel esemény lehet leszervezni. Ezt tudnatok kell, hogy azért mi is van az a pénz, amiért ő megjelenik a csoportjával zenélni. Képek a jelenlegi helyből, ugye kint van a bankokban, megint családostul. Hívja megint egy bejegyzést, tehát azt lehet, hogy nagyon-nagyon oké. Tehát nem három napon bejegyzés, hanem nagyon sűrű. Persze lehet, hogy van egy megbízott ügység, aki erre ügyel, hogy ez megtörténjen, de például az, hogy ennyi követője legyen, ahhoz neki ezt meg kellett csinálnia. Nézzük meg a második helyezetet, Mága Zoltán hegedűművész. Érdekes módosan, hogy nincs borítép, hanem egyből a fényképekhez jutunk, ahol különböző videókat lehet megnézni. És persze üzenetküldése Mága Zoltánnak. És így lehet látni közösséget a nevelőgé. 1 millió ember kedveli, 1 millió ember követi. És akkor most jöjjünk bele a mi iparágunkba, vagyis a mi területünkre, és nézzünk meg egy embert. Erik Forre, Network Marketing Pro az alapítója. Nézzük meg az ő oldalát, hogy néz ki. Szerettem volna, ha ez egy kicsit bögösebb, mert azért is tettem be, hogy egy másik böngészővel, ott már előre be volt történt dolog, csak kattigatnunk kellett volna, de így, hogy lefajdok, így sajnos kénytelen vagyok ezt megcsinálni. Na, 1,6 millió ember kedvi, ezt már most tudom, hogy te itt mondani, ami
több, mint Kassa Tibi és több, mint Mága Zoltán. És egy eléggé szegmensben dolgozik, network marketer, network marketingben van benne, mégis népszerűbb, mint itt Magyarországon a legnépszerűbb celebek. De a hasonlóság itt is van, a borítóképpen, és ő van, és egyből a márkája, és a profil képén is az ő ki van itt. Oké? Tehát ez már megy, ez már mindenkinek megy, ugye? És ez egy nem egy személyes oldal, hanem egy rajongói oldal. Itt biztos látszom, hogy 1,9 millió követője, tehát nem 1,6, hanem 1,9. És olyan videók vannak fönt, ahol szerepel, vagy valamilyen helyen, ahol ott volt, vagy olyan, ahol szerepel. Lehet látni, 1.966.000 ember követi, 1.667.000 ember pedig kedve az oldalát. Tehát azt mondanom, hogy ő egy nagyon-nagyon népszerű, de ettől függetlenül ő is ugyanazt csinálja, amit látunk már előbb a magyar celebeknél is. Tehát egy dolog, a borítóképet az jön egy következő, igyekszek a lehető leggyorsabban végig menni. Egy olyan még veszek megint, aki szintén network marketer. Már nem annyira ismert, mint Erik Vore, de azért annyira ismert, hogy 306.000 ember követi őt. Még hívom. Itt lehet látni a kis pipát is megkapta, hogy igazolták, hogy ő az a személy, tehát igazoltan ő van, tehát személyesen ő van a fiók mögött, és nem van. Itt természetesen az ő arcképe van fönt. A borító képe az pedig egy slide lesz. Betöltött, akkor láthatjátok, hogy lehet léptetni, tehát így is meg lehet csinálni a borító oldalt, és a képet, szlájdokkal. 5 órája tett föl egy bejegyzést, tegnap tett föl egy bejegyzést. Eszközök, ha megint magát a network munkát, vagy olyan eszköz, amit én magam is szeretnék mondani, egy ilyen telefontartó és egy ilyen lámpa is hozzá, nagyon jó képeket lehet csinálni, és ez egy ilyen mobil dolog, bárhová föl lehet csattintani, és bárhol lehet használni. Remélem, hogy majd lejjebb tudom menni. Amit látjátok itt a füllező minden, tehát nem csak események néha, hanem itt van az 50 követ a Twitter training, MLM szponzorálási titkok, itt meg itt az 50 követő naponta csúcskereső szponzorálás, topkereső, akadémia, mobil marketing, csomó minden blog, egy követőgeneráló blog, tehát minden fül van még itt lette. És persze természetesen videók, bejegyzések, sűrűn.
olyan bejegyzések, amikkel aktivitást indít el a csoporton belül, a rajongói körén belül. És nézzük a másik részét a blognak. Én azt tudom nektek javasolni, hogy az imént felírt azonosságokat azért jegyezzétek valamilyen módon, és ellenőrizzétek is saját személyes adatokon, ezek a jegyek megvannak. Tehát vannak olyan személyes oldalatokon, itt most látjátok, hogy milyen csoportokba tudok belépni. Kérek szépen a chatmezőbe egy visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy ti melyiket gondoljátok, és amelyikre a legtöbben szavaztok, abba a csoportba fogok belépni. Most ezt el fog majd innen tűnni, és megint majd csak az alagutat fogjátok látni, mert visszamegyek a terembe azért, hogy lássam, hogy ti mit írtatok be a chatmezőbe. Itt fogok több embert megnézni, csak kettőt, és látjátok, hogy miről beszélek, és hogy mit állom az, hogy öltözzél fel rendesen, ha te egy jó első benyomást akarsz létrehozni online. Tehát, hogy érdemes, hogy öltözzél fel rendesen. Benne vagyok, most már itt lassan be fog töltődni, remélem, hogy ti is látjátok, és aztán nagyon remélem, hogy a hang is rendben van, tehát halljátok, amit mondok. Nem fogok lemenni a beszélgetésnél, mert annak nem sok értet látom, hogy olyan rossz szöveggel, hát ennek nincs értelme. Ezért most megnézzük a tagokat, jó? Rákattintottam arra, hogy ezt is megtehetitek majd, ha be akartok, vagy ha már beléptetek valamilyen csoportba. Remélem, hogy hozni fogja majd előbb-utóbb a tagokat is. Mielőtt még a vállam még nő a hajam. Valamiért úgy gondolja a Facebook, hogy most ennél többet nem mutat meg nekem. Nem értem, hogy miért. Talán most már majd meg fogja csinálni. Közben ne ödjetek meg, ha beszűkül a képernyő, mert frissítettem egyet. Itt már kezd indulni. Tehát 7601 tagunk ebben a csoportban. Na, új a csoportban. 40 percet csatlakozott, nézzük meg. Mindenkinek freedom. Ő egy új tag, van még egy MLM és online hirdető, tehát ennek is tagja. Nézzük meg a profilját az illetőnek. Nevét ugye nem tudjuk. Tehát itt ugye egy olyan kép van, ahol tehát nem tudjuk azonosítani a szemét. Itt ugye megint Freedom Express Global van. Ez azt jelenti, hogy akkor ő a mi cégünket hirdeti. Mindenkinek freedom, 27 perce. Aztán egy órája, egyszeri 260 euróért online vállalkozás. Nincsen számla, nincs termékeladás, nem kell rendelés, nincs kiszállítás. Szuper. Egyszeri 52 euróért örök tagságot kapsz. BMW-re tehet szert, ingyen intenzív utazáson. Jó. Mindenkinek freedom. HTTP, Melinda 20, freedomexpressglobal.com. Szöveg nincs hozzá, csak ennyi van betéve, és egy ilyen videó. Mindenkinek freedom, egy BMW. Ez a tartalom jelenleg nem mérhető el. Freedom,
Freedom, és gyakorlatilag itt vége is. Tehát ez azt jelenti, hogy ismerősök száma 10, hogy ez egy vadonatúj fiú, most hozhatták nemrégiben létre. Gyakorlatilag mondhatom azt is, hogy csak is kifejezetten azért, hogy a Freedom Express Globált valamilyen módon promotálja. Andrea Szávai a következő. Profil. Andrea Szávai. Nem tudjuk, hogy ez ő-e. Egy hölgy, de nem tudjuk, hogy ez ő-e. Szávai Andi, Pilates instruktor. Pilates stúdióban dolgozik. Nem tudom, hogy ez miért online munka, el nem tudom képzelni, hogy ez mennyire releváns az online munkák terén, az, hogy ilyen pilates oktatásokat tart. Ja igen, ez a Norbira volt, a Norbi bejegyzésére, ugye azon írva, hogy ha szereted, akkor minden formában megkívánod, Coca-Cola. Ja. Itt is még a Pilates, nem tudom, szóval nem tudom, hogy ez mennyire tartozik hozzá, órarend, de például nincsen ilyen, hogy bejelentkezés valahol. Holnapi programok. Ilyen. Tehát így nézett ki. Fényképek. Itt vannak bizonyos képek. Hát nem tudom, hogy ez ő-e. Ez ő-e. És ez, aki van, ez is ő-e. Ha igen, akkor jó, akkor összesen van. Még egyet mutatok. Kira, ez megint valami érdekes. Itt van dr. Gyula Fehérvári, nincs, még arckép sincs, magánvállalkozó. Tamás Kornélia, nézzük meg a profilját. Na, itt van a gyerekkel, két gyerek. Nézzük meg, hogy mi van az idővonalán. Természetesen két gyermekes anyuka, de már is tudjuk. Két gyermekes anyuka, itt akkor a gyerekeknek az egészségi programok már jöhetnek. Na, és nem jön betű, és nem más le. Szerintetek, ő mennyire lesz majd nekünk bármilyen szempontból is érdekes, hogy nem jön be semmi. Ez lehet, hogy itt azért, mert sokat gondolkozik a Facebook, de igazán nézzétek meg, hogy megyek lefelé, és itt a vége. Fényképek, ismerősök, semmi nincs feltöltve. Csak ennyi. Persze lehet, hogy ő csak munkát keresne, és nem ajánlana. Sípos Jánosnak van egy friss bejegyzése, akkor ezt most megnézzük. Vagy Sós Jánosnak, bocsánat, nem Sípos, hanem Sós. Üdv mindenkinek, munkát keresünk azonnali kezdéssel, szállással. Hát nem tudom, hogy ez az online munkakedvelők oldalán Németország, Ausztria, Hollandia, nem vettünk el komolyabb ajánlatot akkor sem, ha ezekről az országokról van szó. Jó.
online munka lehetőségek csoportja. Jó. Oké. Azért még ezt még megnézzük. Fehérvári Gyula. Profilja. Na, ez az, amiről beszéltem nektek. Itt nincs kép, nincs arckép, nincs borítókép. Mindazonáltal magánvállalkozó. Ezen kívül semmi más nincsen. Szóval így abszolút nem lehet bizalmat építeni. Ezért mondom, hogy el kell tudni öltözni. Na, gyakorlatilag azt szerettem volna kihozni ebből az egészből, hogy azok, akik lesznek a február 23-i offline tréningen, nekik azt tudom javasolni, hogy nézzék meg a saját személyes Facebook profiljukat, nézzék meg, hogy ezek az összetevők mennyire vannak jelen a saját oldalukon, ugyanis 23-án ezzel fogunk kezdeni. Reggel 9 órakor fogunk kezdeni, és az én számításaim szerint, ha minden jól megy, akkor fél hétig leszünk. Elég hosszú nap lesz, sok mindent kell majd megcsinálni, és ebben sokszor lesz benne olyan, hogy dolgokat be kell gyakorolni. Többek között például majd azt is, hogy te hogyan elemezzél egy-egy személyt, aki esetleg, akit majd te meg fogsz majd szólítani. Mennyire lesz számodra az releváns, az az ember, vagy mennyire lesz a csoportodba illő az a személy, akit te majd meg fogsz szólítani, mennyire fogsz tudni vele együtt dolgozni. Na, hú, jól elment az idő, ez egy jó hosszú tréning volt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, és az esetleges kérdéseket és észrevételeket, azokat nagyon szépen kérek mindenkit, hogy majd a rajongói oldalamon, vagy majd messengeren, privátban tegye föl nekem, beszéljük meg. Én most elengedlek titeket. Még egyszer hatalmas nagy kalapemelés, amiért ennyi ideig velem voltatok. Szép estét kívánok nektek, és jövő héten, hétfőn találkozunk megint itt élőben. Sziasztok!